Éppen azt a fát vágják ki a szekszárdi önkormányzat munkatársai, amely a hagyományokhoz híven az adventi és a karácsonyi időszakban a Béla király teret fogja díszíteni. Kacz Zoltánné főkertész elmondása szerint számos szempontot figyelembe kell venniük, mielőtt kiválasztják a megfelelő fenyőt. Most már évek óta és az idén ugyanígy érkezett felajánlás város karácsonyfájának. Ilyenkor a felajánlott fáknál meg kell azt nézzük, hogy egyáltalán a technikával hogyan lehet kiközelíteni, kiemelni a helyéről, és egyáltalán a szállítójármű hogy fér hozzá. A közel 15 méteres és több mint 2 tonnás ezüst fenyőt a dr. Tóth Lajos utca egyik lakója ajánlotta fel a megyei jogú városnak. Ugye ilyenkor azért is kell viszonylag összehangolni a dolgokat, mert ugyanaz a daru fogja most a helyére emelni. Tehát az ugye nem működik, mint otthon a családi fenyőfán, hogy hazavisszük, azt félreállítjuk, tehát ennek ilyenkor mindjárt a helyére vissza kell kerülni, tehát be kell kerülni. Ezt ma el is végzik a kollégák, tehát kibiztosítva kerül a helyére. A főkertész elmondása szerint a Béla király téren advent első vasárnapján már teljes pompában csodálhatják meg a fenyőt az arra járók.